A 40. Nemzetközi Varsói Filmfesztiválon külön díjat nyert az egyébként egyetlen magyar játékfilm, így a rendezőjét ennek a filmnek itt köszönhetjük, bocsánat, hogy beleakadtam, a Holnap meghalok című film rendezője, Cibolya Nikol van itt velünk, jó reggelt kívánok, veled együtt izgultam most ebben a mondatban, illetve neked már nem kell izgulnod, hiszen túl vagytok rajta. Először is szívből gratulálunk ehhez nagyon, a külön díjhoz. Lenyűgöző csak a promója is ugye ennek a filmnek, remélem, bizonyán, hogy a kollégák megmutatják itt igen, a háttérben. Tényleg együtt izgul az ember, és ilyenkor úgy szeretne, hogy minél nagyobb sikereket tudjatok elérni, de az a kicsit avasd be minket, hogy milyen út vezetett idáig. Fú, nagyon rögös. Rögös? Nehéz volt? Igen, hát ez egy független film, ami azt jelenti, hogy jóval kisebb költségvetéssel készül, mint egy átlagos film, illetve ebből fakadóan nagyon-nagyon rövid idő alatt forgattuk. Mi 13 napot forgattunk, általában amúgy ilyen 30-40 napig forgunk. Hát ez nem is látszik, már csak azokon a vágóképeken, hát ez se annyira profi. Igazából nagyon röviden az volt, hogy nekem volt már egy forgatókönyvem, megkerestem a Vertigót, akik a producerek és a forgalmazók, és teljesen véletlenül ők pont szerettek volna egy horrorfilmet csinálni, nekem meg pont az volt. És akkor igazából nagyon hamar reagáltak, azt mondták, hogy vágjunk bele, belevágtunk, és tavaly nyáron leforgattuk, idén, februárban pedig elkészültünk vele. Ez viszonylag ritkán adódik lehetőség arra ebben a műsorban, hogy horrorfilm rendezővel és forgatókönyvíróval találkozzunk, és akkor megjelensz te, és egy csupa jó hangulat meg ragyogás, ilyen kis üde harmad cseppekkel tele, így indul a reggel. Milyen vonzalmad volt a horror iránt korábban? Fú. Ez volt az a dárkos korszakod volt? Nem, az igazság, hogy én soha nem néztem horrorfilmeket egész életemben. Szeretem a... Ne meg. Viszont szeretem az olyan történeteket, amik a valóságban játszódnak, így a mi hétköznapjainkban, viszont van valami kis mágikus elem bennük, és aztán egy ponton láttam egy horrorfilmet, ami nagyon tetszett, és rájöttem, hogy úgy is lehet ezt a műfajt művelni, hogy nem csak ez a darabolós, kicsit buta, kicsit gusztustalan, hanem sokkal nagyobb mélységei vannak, és olyan fájdalmakat is el lehet mondani a világról, meg az emberi létről, ami talán más műfajjal nem lehet. Na, egy picit avassuk is be a nézőket a film történetében, már amennyire lehet, és nem akarjuk értelemszerűen spoilerezni számukra, menjenek majd el minél többen és nézzék meg, Holnap meghallok. Tehát már a címe is olyan, ami ezért sugallja a történetnek a hangulatát, miközben ha látjuk a képeket, akkor épp egy kismama húzza bőröngyét az erdőben. Igen, fú, amúgy nagyon rossz vagyok abban, hogy összefoglaljam a saját film történetét. Tegyünk rá egy kísérletet. Így lehet a legjobban a nézőket terelnem, hogy annyira nem tudom elmondani, nézzék már meg. Adott egy kismama, segítünk, igen. Aki már a 9. hónapban jár, és valamiért úgy dönt, hogy lejön az erdő közepére a családi ilyen faházukba, ami persze a horrorfilmekben gyakran előfordul, nem értjük, hogy miért történik ez, miért pont. Fura hangokat hall, furán érzi magát, felhívja az öccsét, illetve a legjobb barátnőjét, hogy jöjjenek már le, mert valami olyan fura van. Ahelyett, hogy hazamenne, ugye? Igen, ahelyett, hogy hazamenne. Csak ott van a vége a filmnek, így az a hetedik perc. De nem ezért kaptátok. És ráadásul ezekkel az emberekkel amúgy nem beszélt már hónapok óta, ők nem is tudják, hogy terhes. De végül lejönnek, és aztán kiderül, hogy igazából azért is hívta le őket, mert van egy ilyen erős érzése arról, hogy holnap meg fog halni, és akkor ezt így kvázi bejelenti nekik, akik meg nem olyan tudnak ezzel az egésszel mit kezdeni, meg azzal sem, hogy nem mondtál, hogy terhes, és tulajdonképpen így a film során az összes elfolytott konfliktus szép lassan előjön, úgyhogy kicsit olyan, mint egy ilyen családterápia. Jó kis terápia, nem mondom. Illetve persze megjelennek a főszereplő kísértetei a múltból. Jó, ez most azért egy A-kategóriás fesztivál volt, ahol sikerült külön díjat nyerni, úgyhogy biztos lehet nagyon gratulálni, de most úgy, hogy itt ülök egy kanapé sarkába, csak ennyire tudok. De hát van még tovább, mert megy egy kifejezetten fantasztikus filmekre specializálódott spanyolországi fesztiválra is a munkátok vagy a művetek. Ez mikor lesz? Ez igazából már jövő héten kezdődik ez a fesztivál, és mi
azt hiszem november 2-án leszünk. Igen, de külditek ilyenkor a filmet, vagy, vagy ők ráfigyelnek, és akkor hát ez általában úgy működik, hogyha kész egy film, akkor először az alkotók az A-kategóriás fesztiválokra küldik be őket, és akkor várjuk, hogy legalább egy helyre bejusson, ahol tud lenni a világpremier, és akkor onnantól megjöhetnek a mondjuk a tematikus fesztiválok, vagy az egyel kisebbek. Mint például ez a Curtes Fesztiváldói IMAX szenárió Spanyolországban. Azt tudod ilyenkor, vagy lehet legalább sejteni, ha nem is árulják el, hogy mi volt az, ami mondjuk a zsűrit, az ítészeket a legjobban megfogta a filmetekben? Ezt elárulják, amikor átszották a díjat, ahol amúgy sajnos pont nem tudtam ott lenni, de ott felolvasnak egy ilyen kis indoklást, és nálunk az egyrészt így a különböző műfaji elemek keveredése volt, mert hogy habár horror, de igazából dráma is egyben, illetve az anyalánya kapcsolat mélységét emelték még ki. Tehát nem is a technikai megoldások számítanak inkább, hanem sokkal az, hogy hogyan tudsz átadni egy történetet. Igen. Nagyon izgalmas ez a mai világban. Milyen reményekkel mentek aztán erre a spanyol fesztiválra? Lehet-e ilyennel egyáltalán kalkulálni, akkor, amikor már egy ilyen sikert bezsebeltetek? Én mindig az esélytelenek nyugalmával megyek mindenhova, ami mégis eddig bejött. Meg nagyon várjuk a bemutatót, ami szintén novemberben lesz, illetve november 7-től majd már a mozikba is kerül a film, és igazából még az egy ilyen nagy izgalom, hogy majd hányan fogják megnézni. Nézzék meg, jó sokan. Így van. Cibolya Nikolnak, a Holnap meghalok című film rendezőjének, forgatókönyvírójának. Nagyon örülünk, hogy itt voltál, és gratulálunk. Köszönjük szépen, hogy jöttél. Köszönöm.